Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket mai kulturális magazin műsorunkban itt a Műhelyben, a Szombathelyi Televízióban. Úgy tűnik, hogy a következő napokban, illetve elkövetkező egy-két hétben Bozsok lesz a világ közepe, hiszen több programmal is készülnek, amelynek ez a falu lesz a központi helyszíne. Az egyik az Aranypatak Versfesztivál, amelyet tavaly rendeztek meg első alkalommal, és természetesen az idén jön a folytatás a második rendezvénnyel augusztus 9-e és 11-e között. Előtte egy héttel kezdődik a sorrendben 6. Bozsoki Zenei Fesztivál, amelynek különlegessége, hogy egy budapesti baráti családi társaság szervezi, és hogy egy zenei táborból mostanra már egy nagyszabású fesztivállá nőtte ki magát. A részletekről mesélnek majd nekünk a szervezők, mert hogy természetesen mindenkit szeretettel várnak mindkét rendezvényre. A mai alkalommal beszámolunk az elmúlt hét jelentős eseményeiről is, mégpedig az Izomi játékok két előadásáról. Volt szerencsénk a három tenor előadása előtt a főpróbán felvételeket készíteni és beszélni is a fellépő művészekkel. Ebből láthatnak majd egy összefoglalót, illetve ott voltunk természetesen a következő előadáson is, amelynek ugyan nem az Izom adott ezúttal otthont, hanem az Agora Művelődési és Sportház, de az Izomi játékok keretében a Neoton Musicalt láthatta a közönség teltház előtt. Ez tehát a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Ahogy említettem, az idén második alkalommal rendezik meg Bozsokon az Aranypatak Versfesztivált, mégpedig augusztus 9-től 11-ig, és itt köszöntöm a stúdióban a rendezvény egyik szervezőjét, vagy talán főszervezőjét, Nagy Krisztinát, és aki elkísérte, Dala József gitáros dalszerző, akik azért is vannak így együtt, mert hogy közösen is fellépnek majd, sőt, ha minden igaz, akkor még két társukkal kiegészülve adnak majd, úgy tudom, koncertet. Krista, elmondanád, hogy milyen ötlet nyomán született tulajdonképpen ez a fesztivál? Tavaly volt az első alkalom, de már akkor is felkaptuk rá a fejünket. Hú, hát ez igazából egy hosszú történet. Talán onnét kezdeném, hogy 2017. decemberében hosszú idő után megjelent egy verses kötet, az Itthon című verses kötet, amelyet Tóth Árpád Ferenc szerkesztett, és ebben nagyon sok kortárs vasiköltő kapott helyet, mégpedig a szülőföldhöz kapcsolódó versekkel. És akkor úgy látszott, akkor ugye már elkezdtünk mi is a vers megzenésítésekkel foglalkozni, és úgy látszódott, hogy hát nincs, aki így a vasiköltőket így összefogja, találkozót szervezne nekik. Ugye a kötetből is látszódik, hogy azért termékenyek, illetve ezt az Itthon kötetet követően azért jelentek meg mindegyik kötetben szereplő költőnek verses kötetei. És hát igazából egy pályázati kiírásból jött talán az ötlet, amit így megláttam. Fú, hát így elkezdett járni az agyam, hogy jó lenne valamit csinálni. Ugye mi verseket zenésítünk meg, mint Rózsabors műhely, és akkor ez így adta magát, hogy jó lenne így a költőket bemutatni, reflektor fénybe tenni a különböző művészetek segítségével. És akkor úgy indultunk, hogy főként verszzenei koncertek, illetve költői bemutatkozások voltak tavaly az első évben Bozsokon. Bárki, aki megnézi a programot, azt hiszem, hogy rácsodálkozhat arra, hogy mennyien foglalkoznak Vas megyében irodalommal, mennyien írnak például verseket. Vannak a jelenlegi, tehát az idei szereplők között olyanok, akik most új nevek? Vannak új nevek, így van, kezdenek feljönni a fiatalok, aminek én nagyon örülök. Gecsek Tamás nevét említeném meg, akit majd szombaton láthatnak az érdeklődők, illetve Nagy Róbertet, aki szintén a fiatal nemzedékhez tartozik, de Fehér Renátót is felsorolhatom, aki ugye már a megye határain kívül is eléggé ismert. Én úgy gondolom, hogy van utánpótlás, és ez nagyon jó, de természetesen ott vannak a nagyok is, hogyha lehet így fogalmazni, akik már ismertebbek itt a megyében. Beszélünk majd erről is, de kíváncsi lennék arra, hogy hogy érzed, mennyire lehet a zene révén közelebb hozni az irodalmat a közönséghez. Nyilván vannak már tapasztalataitok, hiszen sok-sok koncert van a hátatok mögött. Hát igen, ez így van. Ez... olyan, hogy sokkal jobban bejön a közönség arra, hogyha az ember zenél, és színesebbé válik így maga a vers is.
Te például dalszerzéssel is foglalkozol, tehát gondolom, hogy a vasi költők is ott vannak a repertoárban, akiknek a verseit megzenésíted. Igen, mostanában szinte csak ők vannak a repertoárban, és folyamatosan bővül. Folyamatosan fedezi fel az ember az újabbakat. De egyébként ők kezdeményezik, a költők, a megzenésítését a verseiknek, vagy ez elsősorban azért a te ötleted, vagy te választod ki ezeket a verseket? Is, van felkérésem is, meg hát van, ami közel áll a szívemhez, amikor elolvasom, és akkor úgy gondolom, hogy ez a vers megérdemelne egy dallamot. És elindul a fejedben. Igen, valami. Akkor most halljunk egy kis ízelítőt, legalábbis egy kis kedvcsinálót abból, amit majd nyilván egy másik produkció keretében, meg talán más számokkal, de hallani fog a közönség ott Bozsokon, a Sibrik kastélyban? A Sibrik kastélyban, így van. Köszönjük szépen, Tóth Árpád Ferenc Úton című versét hallhattuk. Ez nem hangzik majd el, úgy tudom, ezen a bizonyos rendezvényen, de nagyon sok Devecseri László vers viszont igen, ugye? Így van, hiszen ugye Laci ebben az évben József Attila díjat kapott, és azt gondoltuk, hogy külön figyelmet szentelünk a munkásságának, és hát Időcsóva címmel egy beszélgetést hallhatnak az érdeklődők augusztus 10-én, szombaton 17:30-tól, amit a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei igazgatóságának igazgatója, Éles Kriszta fog vezetni, és hát a műsorban közreműködünk, és hát természetesen a Laci megzenésítéseivel. Hangzanak el. Nem beszéltünk arról, hogy egy egészen különleges nyitó programmal kezdődik tulajdonképp a fesztivál augusztus 9-én pénteken, mert hogy ti kiírtatok két pályázatot is, egy vers szövegtárgy pályázatot és egy internetes vers videó pályázatot. Kik jelentkeztek és tulajdonképpen mit is kellett készíteniük? Hát a jelentkezők nagyon vegyes korosztályból álltak össze, mert az óvodásoktól kezdve mondhatom azt, hogy a nyugdíjas korosztályig mindenki nevezett.
A vers videópályázat az két kategóriában került meghirdetésre, az egyik egy internetes versmondás volt, ami annyit jelentett, hogy vagy okostelefonnal, vagy kisebb kamerával rögzíteni kellett a versmondást, vagy a klasszikus költők verséből válogatva, vagy pedig a vasikortás költők verséből válogatva. Ezt ugye fel kellett tölteni a YouTube-ra, nyilván ugye szakmai zsűri ezt értékeli, és akkor ennek megfelelően ott a rendezvényen 9-én megtartjuk az eredményhirdetését, illetve ugye a vers videónak volt egy másik kategóriája, ami azt jelenti, hogy úgy kellett elmondani a verset, hogy egy kicsit átértelmezve, tehát nem szó szerint felmondani a verset, hanem mindenki, amit gondolt és még beleérzett, vagy abban a mondjuk időmértékes verselésben egy teljesen újszerű szöveggel hasonló hangulatot próbált meg előadni. Ez a vers videó része, és akkor hirdettünk egy versszövegtárgy pályázatot, amit pedig annyit jelent, hogy különböző kézműves technikákkal értem alatt a patchworköt, a keresztszemes hímzést, az egyszerű gyerekrajzot, különböző technikákkal versekre lehetett alkotni, itt is ugye a klasszikus költők verseire, vagy pedig vasikortás költők verseire. Érkeztek be pályaművek, ezeket a zsűri nyilván értékeli, és hát a legjobbakat díjazzuk, illetve mindenkit díjazunk, és hát kiállításra kerülnek maguk a versszövegtárgyak. Tehát ezt is meg lehet majd tekinteni augusztus 9-től kezdődően. Említetted, hogy különös figyelmet szenteltek Devecseri Lászlónak, hiszen most lett József Attila díjas, de más neves költők is szerephez jutnak valamilyen formában, nem csak vasiak és nem csak élők, mert hogy évfordulók is vannak az idén, és ti igyekeztetek ehhez is kapcsolódni. Így van, ugye az Adi évforduló kapcsán kitaláltunk egy egészen kreatív programot, Majtényi László elnök urat kértük meg, mint a magyar kultúra lovagját, hogy készítse el a rendezvény vasárnapi napján Adi Endre egyik kedvenc ételét, az pedig a lencse főzelék. Ő ugyan pörkölt szafttal fogyasztotta, de mi sert és pörköltet, tehát nem csak szaftot fogunk mellé kínálni a résztvevőknek kóstolóként. Illetve hát ugye ezekben a felhívásokban is belekerült Nagy Gáspár, hiszen őnek is évfordulója van, így próbálunk a kortárs, illetve hát a klasszikus költőinkre emlékezni, akik már nincsenek közöttünk. És lesznek-e egyéb kísérő programok? Így van, kísérő programok is vannak, tehát alapvetően lesz mindkét nap két versszínházi produkció, az egyik színpadon, ami a Kastély hátsó udvarán a Zöld Tisztásnak neveztük el, vagy Zöld Tisztás néven tettük bele a programba, ott lesznek a verszenei koncertek, és a kastély belső udvarába, a vers udvarba pedig a költői bemutatkozások, és emellett ugye a kísérő programok, lesz egy kerékpártúra szombaton, ami a Herényiek házából indul, lesz egy gyalogtúra, az pedig a vasárnapi napon indul, az Bozsokról és fel a Kalaposkőre. Bogáti András szervezi egyébként, aki az Irotköl Naturparkért Egyesület alelnöke, és itt kell külön elmondanom azt, hogy egyébként a rendezvényünk a Kőszegi Ostrom napok kísérő rendezvénye, és szeretném megköszönni itt a tévében is az Irotköl Naturparkért Egyesület mind kollégáinak, mind pedig tagjainak munkáját, akik segítik a rendezvényt. És akkor, hogyha visszatérünk még a programokra, akkor mindkét nap lesz a gyermekeknek, illetve családoknak olyan kézműves foglalkozás, aminek az a különlegessége, hogy a versekre lehet majd alkotni. A vasárnapi napon T. Takács Tibor képzőművész vállalta azt a feladatot, hogy valamit alkot a gyerkőcökkel, illetve mindkét nap lesz egy családi barangolónk, ami azt jelenti, hogy egy kis vetélkedő különböző állomásokkal, és természetesen ez is majd a versekre épül, lesz találós kérdés, amit egy költőnek a találós kérdéseiből állítottunk össze, aztán lesz puzzle. De addig is lehet játszani? Nyilván, igen. Ha jól tudom. Addig is lehet játszani pontosan, mert hogy próbáltuk az egyik legnépszerűbb közösségi oldalainkat úgy azáltal népszerűsíteni, hogy meghirdettünk egy játékot, amit a Szülőföld könyvkiadó támogat. Ennek a játéknak az a címe, hogy ki írta, igazából három lehetőség közül kell kiválasztani azt a költőt, aki az adott napi verset írta, és hát egy könyvjutalom a szerencsés. A nyeremény a végén. Nyeremény, így van. Csupa ismerős jön Bozsokra? Nem. Lesznek olyanok, akikkel most találkozol először? Feltételezem, igen. Azért ez a kör valamennyire ismeri egymást, de... Persze.
Igen, javarészt ismerjük egymást, de nagyon sok új ember tavalyról is, nagyon sok barátság itt maradt. Velünk. És elképzelhető, hogy vissza is térnek akkor. Igen, néhányan. Igen. Bárki számára nyitott a rendezvény. Bárki számára nyitott, és talán a legjelentősebb programunkat nem mondtam el, mert hogy augusztus 11-én a vasárnapi napon 4 órától a Makám zenekar jön koncertezni. Természetesen, ahogy ugye említettük, emlékezünk a költőinkre így adi versekből, illetve hát a műsorokban lesznek Vörös Sándortól is vers megzenésítések, és Krulik Zoltán természetesen a zenekar vezető érkezik, egy új felállású zenekarral, magyar Bori énekessel, egy másfél órás koncertet adnak majd a rendezvényen, igazából ez a fő programja. Reméljük, hogy szabadtéren mindezt, mert ott lenne igazán hangulatos, az időjárás is engedi. Szabadtéri az esemény, így van, de természetesen lesz rendezvénysátrunk, úgyhogy próbálunk az esetleges rossz idő ellen is védekezni, de ne legyen rá szükség. Így. Nagyon szépen köszönöm ezt a beharangozót, tehát augusztus 9-e és 11-e között érdemes Bozsokra ellátogatni a Sibrik kastélyba, különösen azoknak, akik szeretik az irodalmat. Nagyon köszönöm a beszélgetést még egyszer. Kedves nézőink, olasz este kezdődött az Izalmi Játékok programsorozata az idén Szombathelyen. A közönség 3 olasz opera énekest hallhatott, mégpedig 3 tenort, akik az operairodalom népszerű slágereit énekelték, illetve úgynevezett nápolyi dalokat adtak elő. Mi a főpróbán jártunk, és ott hallgattuk az énekeseket. Világszerte ismert operaslágerek csendülnek fel Szombathelyen. A műsorban Verdi, Puccini, Rossini és Donizetti áriák szerepelnek. Erre az estére kifejezetten a tenor hangot emeltük ki, főként azért, mert a tenorra írt operaáriák a legismertebbek, és Pavarotti, aki egy személyben szimbolizálja az olasz operaslágereket, maga is tenor volt. A 19-20. Századi olasz szerzők műveit Olaszországból érkezett énekesek tolmácsolják. Ennél jobbat nem is kívánhattam volna magamnak, mint hogy tenor vagyok. Életem talán legnagyobb szerencséjének tartom, és óriási hála van bennem, hogy tenor lehetek. A 3 tenor második alkalommal ad közös koncertet. Nem ritkán a közönség is együtt énekel velük. A szerelem, ez az emberi érzés az egyik titok. A szerelmesek közötti távolság, és ennek a leküzdése. Gyakori témája ez az operáknak, és ezekre fogékonyak az emberek, talán át is segítik őket a nehéz helyzeteken. A műsor második felében a dél-olasz hangulatot idéző nápolyi dalok világából hallhat a közönség, hol pezsgő, hol andalítóan romantikus zenei kavalkádot. A nápolyi dalok gyakorlatilag Olaszország részét képezik, egy olyan kultúrát, ami népszerűvé teszi Olaszországot, annak ellenére, hogy ezek a dalok sokszor nagyon is szomorúak. Az énekeseket a Szavária Szimfonikus Zenekar kíséri, akik néhány napja még a Bartók Fesztivál főszereplői voltak. Előző héten Bartók volt, tehát ami igazán súlyos, és hát néha kicsit depressziós is tud lenni. Most egy ilyen teljesen ilyen boldog, hát egzisztenciában van a zenekar, hogy ilyen hát igazán lelkes, olaszos, bravúros darabokat tud játszani. La Madonna è mobile, quale più va
Az előző beszélgetésben is sokat emlegettük Bozsokot, és ez így lesz a következő percekben is, hiszen az idén 6. alkalommal szervezik meg a Bozsoki Zenei Fesztivált, és egy kis csalás lehet, hogy van az elnevezésben, mert nekem a program alapján úgy tűnt, hogy inkább Kőszeg lett itt a főszereplő, de mindjárt elmondják a részleteket a szervezők, akiket nagy szeretettel köszöntök. Balogh Alexandra, zongoraművész, és ennek a tábornak, talán mondhatom így, vagy fesztiválnak a művészeti vezetője, inkább most már fesztivál, és Székely Kristóf, aki nagyon sokat segít neki a szervezésben, társszervezőként vesz részt az idei alkalommal is a programban. Nos, akkor kezdjük talán azzal, ami újdonságnak tűnik, mégpedig, hogy ezt a fesztivált az idén az Alpokalja Művészeti Napok keretében rendezitek. Ez mit jelent pontosan? Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fesztiválunk bővülni kezd, és gondolom látták sokan a honlapon, hogy idén nem rendezzük meg a mesterkurzusokat, hanem csak koncertek lesznek, ez is egy rövidebb időintervallumban lesz, tehát 4 nap alatt fog lezajlani 5 koncert, és ez azért van tulajdonképpen, mert elkezdtünk ötletelni arról, hogy hogyan lehetne több helyszínre kibővíteni a fesztiválunk eseményeit, és hát elég sok marketing, egyéb ötletelés zajlik belül, amik megoldásra várnak, és tulajdonképpen az Alpokalja Művészeti Napok elnevezés is ennek köszönhető, mert szeretnénk az Alpokalja térségeinek településeire kiterjeszteni a koncerteket. A magyar része mindenképpen, de akár majd néhány koncertet Ausztriában határon is szívesen tartani. Tehát azt jelenti, hogy a jövő esztendőben feltehetően egy nagyobb szabású rendezvény lesz majd ez itt a térségben. Most akkor azt szeretnénk, hogyha a Székely Kristóf mesélni el a saját verzióját arról, hogy hogyan is született ennek a fesztiválnak az ötlete. Mert hogy tavaly Szandrát hallottuk erről. Igen. Ezt akartam így kezdeni, hogy ez a 6. alkalom, hogy ez el is hangzott, és ez azt jelenti, hogy ez már 2014-ben kezdtük, ugye akkor ez az 5.-6. év tulajdonképpen, és 2013-ban itt voltam én a Balogéknál, Alexandráiknál, Bozsokon, ott van nekik egy nyaralójuk, és mi szerintem egy pár napot együtt töltöttünk. És mind a ketten nagyon szeretjük a zenét, Alexandra ugye zenei pályán is van, én majdnem arra kerültem, majdnem zenei pályára, és azon gondolkodtunk, vagy hát főleg Alexandra gondolkodott ezen, és ezt mondta, hogy mennyire szép lenne, hogyha ez a gyönyörű bozsoki környezet, a bozsoki kastéllyal, az egy ilyen zenei szigetnek, zenei paradicsomnak az otthona lenne. És tulajdonképpen ebből az egy gondolatból, ebből az egy ötletből indult ki az egész fesztivál. Ahogy így elkezdtük 2014-ben, ahogy mondtam, akkor ez egy kurzus volt, egy magyarországi kurzus tulajdonképpen, akkor ez egy nagyobb lett, nemzetközi lett tulajdonképpen, és aztán utána a 3., 4. alkalomtól elkezdett az egész ilyen fesztivállá is alakulni. Tehát nem csak a kurzusok, a zenei zongoristáknak, fuvolistáknak, csellistáknak, tehát a konzis vagy zeneakadémista hallgatóknak, hanem tulajdonképpen a helyieknek, az érdeklődőknek egyre nevesebb és egy nagyobb magyar és nemzetközi művészek jöttek ide, és esténként adtak zongora és más egyéb koncerteket, és hát bővülünk, és ez az új elnevezés is erre utal. Melyek azok az elemei ennek a rendezvénynek, amelyek az előző években nagyon beváltak, és úgy gondoljátok, hogy ezt mindenképpen folytatni kell? Hát a környezet az marad nagyjából, ugye? Mert amiről több résztvevő is úgy nyilatkozott emlékeim szerint, hogy kifejezetten inspirálóan hat rájuk, és hogy azt a stresszt, amit mondjuk akár Budapesten, vagy a koncerttermekben, vagy máshol átélnek, itt nem kell érezniük, tehát mindenképpen felszabadulnak ezen a helyszínen. Igen. Tulajdonképpen ez lehet a legfontosabb a korombeli, vagy a fiatalabb, vagy kicsit idősebb korosztálynak, hogy el tudnak menni egy helyre, ahol kiszakadnak abból a mókuskerékből, amit egész évben görgetünk magunk előtt, vagy magunkkal. És tulajdonképpen, amit úgy gondolom, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos, az ez a teljességnek való, teljesség ápolása, ami nyilván a zenész számára elsődlegesen a gyakorlás és a fejlesztés, saját magunk fejlesztése abban, amit csinálunk, de hogy ehhez nagyon hozzájárul a testünk egészsége, a mentál, tehát a pszichénk egészsége, és mindezek a dolgok, amiket mi próbáltunk sporteseményekkel, ilyen reggeli tornával, jogával erősíteni, és azt gondolom, hogy ez mindenképp egy olyan dolog, amit szeretnénk
még magasabb szintre emelni. Az étkezés is egy nagyon fontos dolog, ezt is szeretnénk mindig javítani, hogy olyan minőségű és olyan jó hangulatú étkezéseket tudjunk biztosítani, ahol mindenki jól érzi magát és jól táplálja a testét. Úgyhogy tulajdonképpen ez nyilván így, mint mindennek az alapja, nagyon fontos, és hát ezen túl a gyakorlási lehetőség és a természet közeliség. És az együttlét feltételezem mindenképpen, tehát egyrészt, hogy megismeritek egymást, halljátok egymást, illetve közös zenélésre is alkalom adódik. Ha ilyenkor. Ha jönnek két dolgot, igen? Volt egy kis filmünk, azt hiszem, hogy 2015-2016 tájékán, és abban van két jelenet, ami az nagyon ide kapcsolódik. Az egyik az, amikor megyünk tulajdonképpen a kastély felé Bozsokon, gyönyörű természeti környezet, ott csörgedezik a patak, és azt lehet látni, hogy ott valaki bahogy gyakorol hegedűn, a másik sarokban, vagy a másik fa alatt, utána valaki csellózik, teljesen más. És így lehet ilyen inspirációkat így gyűjteni, és így hallgatni egy ilyet, egy olyat, aztán közeledünk a kastélyhoz, és így még valami, még újabb jön. Ez egyik dolog. És a másik dolog, amit akarok, az, amit ugyanebben a kis filmben a Petőfi Erika tanárnő mondott, hogy valamilyen módon azt mondta, hogy a számára az ideális léthez közelít az, ahogy itt vagyunk ezen az egy héten. És ez nagyon kicsi, ez csak egy hét, tehát ez nem sok. Viszont nagyon értékes tud lenni, és nagyon sokáig meg tud maradni egy ilyen élmény, egy ilyen tapasztalat. Ez azért nagyon szép, hogy te mondod, mert te egyébként orvosnak készülsz, nem zenésznek, de mégis úgy látom, hogy teljesen átéled ezt a sodrást, vagy nem tudom, ezt a hangulatot, ami valószínűleg elfogja az résztvevőket. Beszéljünk a koncertekről akkor, mert hogy most az idén ez lesz a hangsúlyos, tehát augusztus 2-án indul egy nyitó hangversennyel a rendezvény. Igen, a megnyitót azt mi fogjuk játszani, a szervezők meg a International Young Soloists, vagy Nemzetközi Fiatal Szólisták kis csapatával, ami tulajdonképpen a Bozsoki Fesztiválból nő ki. Ezen a koncerten fog játszani egy erdélyi csellista lány, a Dorjáni Réka, akit még Budapesten ismertem meg, de ő most Hollandiában tanul. Jön egy dél-koreai hegedű művész, aki a Londoni Royal Akadémián végzett, ahol én is most fogok végezni, őt onnan ismerem. Fog játszani a testvérem, való Gabriella, aki tavaly itt volt a tévében, Kis Márton, ő Szombathelyről, és azt hiszem, ja, még Tanaka Kenji, aki félig japán, félig magyar, és ő pedig Dániában tanul, és ő is mindig nagy szeretettel jön haza, és jön Bozsokra, és én. És így fogunk hát lesz szóló is, lesz trió is, meg duó is, úgyhogy mindenféle összeállítás. Tehát többféle formációban lehet majd hallani benneteket. És mindez a Kőszegi Evangélikus templomban lesz, tehát 2-án. Igen. Aztán a következő nap ugyanez a helyszín, akkor pedig a jól ismert Dránki házaspár zongorista házaspár érkezik, igen. Igen. Erről a koncerttől esetleg valamit? Tulajdonképpen ők ismét játszanak Dukai Barnabástól műveket. Dukai Barnabás jelenleg még élő zeneszerző, és nagyon sok művet tulajdonképpen most már szerintem az összes művét nekik írja a Ránki házaspárnak. Úgyhogy ők ahol tehetik, és négykezes vagy két zongorás koncertre hívják őket, ott beiktatnak egy-két dukai művet a műsorba, és ezen kívül, ami tulajdonképpen a koncertnek a fő eleme, Lisztnek az Amit a hegyen hallani, és Via Crucis című műve, úgyhogy tulajdonképpen egy magyar est lesz. Igen, és akkor jön augusztus 4-e, amikor Bozsok lesz a helyszín egy délelőtti koncerttel, és ott Kristóf is fellép, ha minden igaz. Ott én is fogok játszani. Katona Ágnessel, Tanaka Kenjivel, aki ismét játszik, és Simone Pirivel, aki egy olasz hegedű művész, és szintén a Royal Academy-n Londonban tanult. Nektek egyébként van alkalmatok együtt próbálni, vagy ez nem közös zenélés lesz? Lesz közös zenélés is, lesz szóló is. És mikor készültök fel a közös zenélésre? A közös zenélés itt Bozsokon készülünk föl így az előző napokban, illetve tudjuk azt, mit fogunk játszani, és akkor azt mindenki felkészül előre. A saját részéből. De azért akkor van egy szükség egy intenzív próba folyamatra. Persze. És akkor ugyanezen a napon még a Kőszegi Jézus Szíve templomban Ránki Fülöp előadását hallhatja a közönség. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon szépen felépített program. Liszt Kodály műveiből, a közepén egy Schumann tokkáta, ami tulajdonképpen elválasztja két felét a koncertnek, és utána megint egy Kodály mű, és a végén egy Stark János, és szintén mai magyar kortárs zeneszerzőnek a
műve fog elhangzani, ami pedig Liszthez kapcsolódik, úgyhogy egy nagyon szép íve koncert. És a záró koncerten pedig az ismét visszatérő Fehérvári Zoltánt hallgathatjuk meg, aki már tavaly, sőt talán még az előző esztendőben is itt volt, és mesterkurzust is tartott, ha jól emlékszem. Igen, Zoli is már jön legalább 3 éve, és őnek egy nagyon érdekes szóló estje lesz. Nagyon szépen köszönöm. A beharangozó, tehát augusztus 2-a és 5-e között kell figyelnünk a zenei rendezvényeket Bozsokon, illetve Kőszegen, és akkor kíváncsian várjuk természetesen a következő esztendő még nagyobb szabású programjait. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtátok nekünk. Kedves nézőink, ahogy említettem, az izomi játékok Szombathelyen folytatódott a Szép nyári nap című előadással, nem az izomban ugyan, hanem az Agora Művelődési és Sportházban Teltház előtt adták elő azt a musicalt, amelyben neoton slágerek hangzottak el. ...1973-at írunk, középiskolások indulnak építőtáborba a jugoszláv határhoz egy paradicsom feldolgozó üzembe. A hajnali kelés után ugyan dolgozni kell, de a szabad délutánok és esték már a közös bulizásról és a szerelemről szólnak. A nosztalgikus hangulatot keltő fiatalos darabot a zalaegerszegi Kvártéház társulata mutatta be. Megidézzük azt, ami ugye az oral historiában működik, tehát a 80-as évek, az építőtábor, az, hogy milyen volt ez a kor, amikor a kommunizmus azért az általában az élet ütőerén rajta tartotta a hüvelykújját. Emellett szólnak a neoton dalok, és megidézzük azt, hogy milyen egy építőtábor, a szerelmek, a kapcsolatok, ez az, ami egy építőtáborban történt és történhetett. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy megidézzük a kort, és ez nagyon jó alap a neoton slágerek, és nagyon jó alap a Korcsmáros György és Böhm György által írt színdarab. A hatalom árnyéka rávetül a fiatalokra. Pétert 56-os disszidens apja miatt nem veszik fel az egyetemre, és rendszeresen jelentést kap róla az államvédelem. Szökni akar, de Juli iránt érzett szerelme mégis itt tartaná. Ria szerepében a szombathelyi Foki Veronikát láthatta a közönség. Kötődés az elég erős Szombathelyen, az éppen mondtam mindenkinek, hogy nekem itt volt a szalagavatóm ebben a sportházban, meg minden, úgyhogy nagyon, nagyon izgulunk, nagyon várjuk. Én személy szerint örülök, hogy ide bejött az előadás, mert itt olyan hangzás lesz, meg az látvány, minden, tehát mindenki jól fog látni, mindenki mindent nagyon remélem, hogy élvezni fog. Tavaly is benne voltam az előadásban, de egy másik szerepet játszottam, és idén ugrottam Ria szerepébe, úgyhogy ez meg így különösen, és hát Szombathelyen játszani, ez nekem mindig ajándék, mert hogy ritkán van erre alkalom. Ria, akit én játszani fogok, az a bombacsa, így van megnevezve a szereposztásban, akiről minden fiú álmodik, vagy legalábbis ő ezt gondolja. Azért, én azért szeretem, mert egy kicsit negatívabb figura, nem annyira ez a mindenki által szerethető, kicsit ilyen intrikus, elég nagyszájú, de én nagyon szeretem, imádom a neoton dalokat, úgyhogy ezek különösen jó, és abból a szempontból még jobb, hogy most végig táncoljuk, énekeljük az előadást, én is. De nem baj, a táborban minden elrendeződik köztünk, lelkileg is meg, fizikailag is. Az eső miatt a szombatra tervezett előadást vasárnap tartották meg az Ízeum helyett a sportházban. Azáltal, hogy nem szabadtéri előadás, hanem beltérben fog megrendeződni, biztos, hogy vannak olyan technikai dolgok, amik könnyebben megvalósulnak, de hát ugyanakkor valószínűleg a nyári illatát nem lehet majd érezni a levegőben, de hát ez sajnos most egy így sikerült. Bízom be, hogy ez nem veszített produkció ettől még az értékéből. A produkciót 760 néző előtt játszották. Június végén néztem ki körülbelül, láttuk már ezt a darabot Budapesten az Operett Színházban, és nagyon tetszett, és ezért gondoltam, hogy megnézzük ismét. A musicalben 27 neoton sláger hangzik el. Az Ízeumi játékok záró előadása adásunk után 20 óra 45-kor kezdődik. Miklósa Erika és Fekete Kovács Kornél Másképp című közös produkciójában jazzzel vegyített opera és operett slágerek hangoznak el.
Vendégünk pedig itt a következő percekben a stúdióban Bődi Lívia. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, a Szombathelyi Szépítő Egyesület elnöke, és az apropó, ami miatt téged most vendégül látunk, az egy nagyon-nagyon fontos és elismerésre méltó dolog, mégpedig az, hogy a közelmúltban átvehetted az úgynevezett Podmanicki díjat, amelyről elsőként azt kérem, hogy mondd el, hogy tulajdonképpen kik adományozzák és miért. És azóta minden évben kiosztják, nem csak magánszemélyek, hanem közösségek is megkaphatják. És ezt a leginkább a kulturális örökség és az épített környezet védelmének az érdekében végzett tevékenységért, és ez Kőpál szobrászművésznek a munkája, ez egy bronzplakett, aminek az egyik oldalán Podmanicki Frigyes arcképe látható, a másik oldalon pedig városvédő Pálaszaténi. Közben mutatom a kamerának is, tehát az érem két oldalát. Podmanicki Frigyesről nevezték el, mit érdemes róla tudnunk? 1824-ben született, és ami nagyon fontos, hogy a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, és a fővárosi közmunkás tanácsnak az alelnöke, és ez azért fontos, mert ezen idő alatt nagyon sok fejlesztés történt Budapesten, és ezért is ő az, aki ezen az érmen szerepel, és ez idő alatt hidak, sugárutak és mindenféle fejlesztés, rendezési tervek és egyéb ilyen dolgok történtek itt a Budapesten, és ebből az apropóból ő az, akiről ezt a díjat elnevezték és így megalapították, de egyébként van egy alapítvány, a Város és Faluvédők Alapítványa, akik minden évben a születése napján, tehát június 20-án, és az teljesen mindegy, hogy milyen napra esik, minden évben június 20-án tartják a Podmanicki ünnepséget, aminek az a lényege, hogy azok az emberek, akik Podmanicki díjat kaptak, azokat meghívják egy programra, ahol előadások vannak, kirándulás van, és rövid beszámoló arról, hogy ki milyen tevékenységet végzett azon idő alatt, amik óta megkapta ezt a díjat. Akkor mostantól te is vendége lehetsz ennek a programnak ezek szerint. Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ennek a szövetségnek választmányi tagja vagyok 2016 tehát amúgy is óta, ott lennél. És én amúgy is ott voltam eddig mindig, csak most egy picit másabb minőségben, és akkor ezen ünnepség keretén belül van egy rövidített választmányi ülés, ahol a beérkezett felterjesztéseket és javaslatokat a választmány értékeli és megszavazza, hogy kik kaphassák meg ezt a díjat. És természetesen az idén én nem tudtam róla, nem hogy én is benne részt. Vagyok. Uh-huh. Nem részt vettem, csak nem mondták meg, hogy én is benne vagyok, úgyhogy ez nekem meglepetés volt, amikor... Bejárta az internetet az a fotó a kollégáid jó voltából, amely a díjátvételt mutatja, és ha jól láttuk, akkor Rádai Mihály adta át neked ezt az elismerést. Igen, ő a Város és Faluvédők Szövetségnek a szövetségének az elnöke, és ugye ez a díjátadó, ez egy háromnapos programnak az utolsó mozzanata. A Város és Faluvédők Szövetsége minden évben más városban vagy más helységben tartja az országos találkozóját és szakmai konferenciáját. Ez volt tavaly nálunk itt Szombathelyen, most az idén Debrecenben. Ez egy háromnapos szakmai program, és akkor a második nap estején van ez a díjátadó gála, ami polgármesteri fogadással és tehát ilyen nagyon ünnepélyes keretek között működik, és akkor mindig a szövetség elnöke adja át ezeket a díjakat. Biztos vagyok benne, hogy felemelő érzés lehetett ezt átvenni, igen, de akkor nézzük azt, biztosan volt méltatás is a díjátadáskor, hogy tulajdonképpen mi az, amit a te munkádban különösen kiemelkedőnek értékeltek. Azt tudjuk, hogy te a Szombathelyi Szépítő Egyesületnek már évek óta tagja vagy, és 2015 óta pedig az elnöki feladatokat is te látod el. Kíváncsi lennék arra, hogy honnan ered benne tulajdonképpen ez a város iránti elkötelezettség. Hát ez egy nagyon érdekes történet. Én még gyerek voltam, és annak idején az egyesületnek ugye munkahelyek és brigádok is a tagjai voltak, és az én szüleim a húsipari vállalatnál dolgoztak, és az ő brigádjuknak is volt a szabadidő központban egy terület, amit ők gondoztak, és mi gyerekkorunkban sokat jártunk ki ezzel a csapattal oda dolgozni, és
2011-ben Köszeg Pavliné Pajor Klára invitálására mentem a Szépítő Egyesületbe, és amikor így anyukámnak, hazamentem és mondtam anyukámnak, hogy jelentkeztem a Szépítő Egyesületbe tagnak, és akkor ő mesélte el, hogy hát ennek volt egy ilyen előzménye. De nálunk igazándiból nincsen ennek ilyen nagy hagyománya, tehát nálunk nincsen se történész, sem olyan területen dolgozó ember, aki ehhez kapcsolódna. Ez teljesen abból jött, hogy én beléptem ide a Szépítő Egyesületbe, és amikor láttam, hogy az Egyesület mivel foglalkozik, akkor ez így nyomot hagyott bennem. De a legfontosabb meg talán az volt, amikor megszerveztem az első ifi tábort, és elmentünk a fiatalokkal a Szent Márton temetőbe a Torjai Balterrel egy ilyen körbenézésre, és ő ott nagyon sok mindent elmondott, hogy mennyi híres ember, aki az Egyesület életében és a város életében is sokat tett, ugye ott található meg a sírja, és ez rám mély benyomást tett, hogy ilyen híres emberek annak, viszont azért a temető állapota egy picit elhanyagolt, és akkor egy másik taktársunkkal, Teisz Károllyal eldöntöttük, hogy fiatalok bevonásával ezt a munkát fogjuk végezni, hogy a lehető legtöbb síremléket rendbe tenni, felújítani, és hát ez elsődlegesen bekerült a célok közé azzal, hogy a fiatalokat is bevonjuk ebbe a munkába. Akkor ez a folyamat ráadásul odáig jutott, hogy van olyan sír is, ami ennek nyomán a Nemzeti Sírkert része is lett. Nem, az már előbb volt, tehát ezt a Balogh Gyula levéltáros emlékét, ezt még annak idején Fejsz György kezdeményezte, hogy a Nemzeti Sírkert részévé váljon. És amikor mi elkezdtük ezt a munkálatot, meg volt dőlve a síremlék, és akkor ezt jeleztük, hogy hát nem merünk addig mi hozzányúlni, nehogy valami baj legyen belőle, és aztán a temetkezési vállalat segítségével ez helyreállításra került, de természetesen az önkormányzattól is kapunk támogatást ehhez a munkához. Most neked biztos a szíved csücske, akkor a Szent Márton temető, de ha van másik szíved csücske, akkor az meg az Oladi kilátó? Meg az Oladi kilátó, igen. Ott is dolgoztunk a fiatalokkal, ott a Hefele iskola diákjaival dolgoztunk. 2015-ben, amikor ugye jubileuma volt az Oladi kilátónak a 80 éves jubileuma, akkor kívülről a lábazatot lefestettük, és belülről a lépcsőházat, és a fiatalokkal összeállítottunk egy kiállítási anyagot, és akkor két évig, hát még most is fönn van, de most már egy kicsit meg kell újítanunk, mert azért az időjárás viszontagságai nem tettek jót ezeknek a kiállított anyagoknak. Csináltunk egy kiállítást ott is. És hogy látod, hogy mi lenne az a következő, a közeljövőben mindenképpen szükséges feladat, amit a város szépítése, építése érdekében az Egyesület kezdeményezésére el kellene végezni? Hát én azt gondolom, hogy sok feladat lenne, de természetesen civil szervezetként ugye azért bizonyos értelemben meg van kötve a kezünk, de én azt gondolom, hogy a sok-sok sürgős dolog mellett az egyik legfontosabb talában a Szent Márton temetőben Hidasi Krisztinának a sírján található egy Szent Erzsébet szobor, ami egyedülálló, és hát most már ennek a megmentésén vagy felújításán, mert több éve dolgozom már, vagy próbálom, hogy legyen belőle valami, és ez mindenképpen fontos lenne, hogy ez felújításra kerüljön, de természetesen sok minden más, mert én azt gondolom, hogy mindahogy nekünk is megőrizték az elődeink ezeket az épületeket és ezeket a dolgokat, nekünk is az a feladatunk, hogy próbáljunk meg minél többet megőrizni a következő nemzedéknek, hogy ne képeslapon és fotón lássák majd azt, hogy ilyen épületek voltak, hanem ezt úgy ténylegesen a valóságban is lássák. Akkor a te munkád meglehetősen szertágazó, mert hogy gondolom neked a forrást is meg kell valahogy keresni ezekhez a feladatokhoz, és meg is kell szervezni azt a munkát, aminek révén aztán megszépül a városnak valamilyen emléke vagy helye. Igen, hát az elnökségi üléseken azért mindig megbeszéljük, hogy mik lesznek a következő folyamatok. Rendkívül összetett ez a munka. Kezdve attól, amit mondtál, hogy elő kell teremteni a forrásokat, de én azt gondolom, hogy amikor viszont valamit megcsinálunk, utána az az érzés, hogy ez meg viszont sikerült, az nagyon jó. Természetesen kudarcok is vannak, hiszen minden nem sikerülhet, de ezt nem is kudarcnak fogjuk föl, hanem inkább annak, hogy ez most így per pillanat nem sikerült, és akkor újult elővel nekiállva próbáljuk csinálni. Persze vannak lehetetlen dolgok, de azért amit lehetséges, és így egyesületi kereten belül meg tudunk csinálni, azt mindent megpróbálunk megtenni.
Hát kívánom, hogy a sikerek listája legyen hosszabb, és ne a kudarcoké a következő esztendőkben, és további kitartást és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, és köszönöm, és gratulálok még egyszer ehhez a kitüntetéshez. Kedves nézőink, ez volt ma a Műhely. Egy hétig elköszönünk egymástól, jövő héten láthatnak újra Kulturális Magazint itt a Szombathelyi Televízióban. Viszontlátásra!